Kopitovics tartományi egészségügyi titkár ma meglátogatta az egészségügyi intézet tüdőosztályán lábadozó fiút, akit pénteken szívtájékon szúrtak a Limán városrészben. A páciens állapota stabil. Kopitovics munkacsoport megalakítását javasolja, amely az egészségügyi és a szociális munkásokkal együttesen lépne fel a fiatalkori bűnözés ellen. Újvidék az első a leginkább közveszélyes városok listáján. Az ilyen súlyos sérülések akár bénuláshoz és halálhoz is vezethetnek. Számunkra minden gyermek élete fontos, ezért mi, egészségügyi munkások a többi illetékessel együtt kötelesek vagyunk közösen fellépni a fiatalkori bűnözés ellen. Az orvosok felhívták a figyelmet az elmúlt két évben megduplázódott súlyos esetekre, amiket a fiatalok közötti kegyetlen összetűzések okoznak. Külön kiemelték, az elkövetők egyre fiatalabbak, a verekedések és a sérülések száma pedig egyre több.